Tessék nekem nagyon mélyre jutni a tóanyagok. Sziasztok, Madár Veronika vagyok, és itt vagyok újra a Bálbek stúdió szentélyében. Talán láttátok már a kis videóimat, amikor Isabel Lancré termékeket mutattam meg nektek. Most már lassan 2 éve használom, és nagyon-nagyon szereti őket az érzékeny, vízhiányos bőröm. Úgyhogy eljött sajnos a nyár vége, amikor a 40 fokos nyári meleg és a hosszú-hosszú napozás bizony az én bőrömet is egy picit kikezdte, úgyhogy majd Zenzibia kezelést fog kapni, ami reményeim szerint újra majd élettel telivé teszi a bőrömet, mondjuk elég jó konzervált az elmúlt 2 évben az Isabel Lancré, és ezt a nevet igenis jegyezzétek meg, mert amikor kozmetikushoz megyünk, akkor tisztelettel adózzatok, hiszen neki köszönhető, hogy Európában egyáltalán létezik ilyen, hogy kozmetikus képzés, amúgy a Lancré termékek rengeteg beauty oszkárt begyűjtöttek. A Zenzibia pedig pontosan az én érzékeny, száraz, vízhiányos és enyhén rozáciás bőrömre való. Na jó, nem szaporítom tovább a szót, gyertek velem és nézzük meg a kezelést. Nagyon izgatott vagyok, Orsi, és a kincses dolgozt azt már láttam az előbb is a kezedben. Gondolom, ebben rejlenek azok a kis trükkös dolgok, amikkel a kezelést el fogod végezni. Egy ismerős látok a bázisztermőcsaládból, ezt aztán én is lemosónak. De mik ezek a kis labdacsók, vagy mi az összes többi? Mi fog történni? Az Enzésnél egy érzékeny bőre való kezelőszett, meg is mutatom neked, ebben minden benne van, amit a bőrödre fogok használni. Ezek pedig saját gubók, ezzel pedig a masszást fogom végezni. Jó, a masszást várom a leginkább, imádom, a sejmet is nagyon szeretem. Hát ez tényleg egy zenélmény lesz, én úgy érzem, úgyhogy hát szerintem fogjunk is hozzá, mert most már tényleg szomjúkozza a bőröm, nem csak az igazságot, hanem az, hogy kicsit feltöltődjön. Hát sok sikert a sminkem lerobbantásához, ennyi! Kezdjük is! Oké. Szép vagyok. Jó. De milyen leszek? De most lefekszem. Akkor jó pihenést! Szép álmokat! Én már most nagyon jól érzem magam. Annyira finom az illata is. Ez még csak egy sima smink lemosó. Mm-hmm. Ez teljesen el fogja távolítani a sminket az arcodról. Most én a finomra őrült bambuszkén peeling. Kifejezetten az érzékeny bőrödre. És ez eltávolítja az elhajt hámsejteket? Vagy teljes mértékben, igen. Jaj, de jó. Hát igen, ez most azért a hosszú forró nyár után szerintem lesz mit eltávolítani. Majd érzed a finom szemcséket. Mm-hmm. Teljesen kíméletes hozzá. Nagyon megviselte a bőrömet az a nyár, vagy nem annyira vészes a helyzet? Szerintem nem annyira vészes. Hál' az Istennek. Szerintem ebben a Lancré biztosan nagyon sokat segített. Főleg tényleg, hogy a tonikot alá keverem mindig a Zenzibia krém alá. A Zenzibianak a nappali krémét használ? Igen, igen, igen. Most jön a konyaku masszázsgél, ami intenzíven hidratálja a bőrödet, és ezen a masszázsgélen fogom végezni a sejem gubós masszást. Na ezt látom már nagyon. És akkor itt most tényleg relaxálok egy hatalmas nagyot. Ezért nem győzöm most hangsúlyozni, akik még nagyon fiatalok, hogy vigyázzanak a bőrükre. Ha napra mennek, vagy ne adja jó stressz szoláriumba, nagyon vigyázzanak. De most én befogom, és relaxálok. Jaj, de jó a kezed. Meg a sejem gubó. Most én egy hatóanyagban gazdag szérum. Ez erősíti a bőröd védekező képességét, gyulladáscsökkentő hatása van, érzékeny bőrre való koktél. Én leselkedtem különben, nem csak így most, azzal valódtam is egy kicsit, hanem megnéztem az Zenzibia kezelést, és nagyon kis finom hatóanyagok vannak ebben is. Lótusz volt talán, kék lótusz is, meg fehér lótusz is. Isten tudja, mi a különbség, meg ránáta, a kudzubab, ez egy őrület. Az illata az nagyon finom.
kell. Az ultrahang? Igen. Jó, de jó. Az ultrahang az azért segíti, hogy mélyebben be tudjon épülni az összes hatóanyag, vagy mire jó az ultrahang amúgy? A hatóanyagok mélyebbítását segíti, jól tudod. Tessék nekem nagyon mélyre jutni hatóanyagok. Most jön a maszk. Negyed órát fog állni majd a bőrödön. És közben pedig relaxáló masszást kapsz. Jó, de jó. Ennek a hatóanyagai körülbelül azonosak az előző szérumhoz? Igen, teljesen ugyanaz. Akkor ezek is tulajdonképpen nyugtatják, meg kicsit erősítik a bőrödnek a védekező képességét, gyulladást csökkentő hatása van. És hát ennek is teli találod az illata is, úgyhogy... Mert tényleg ezektől az illatoktól is megnyugszik az ember, de komolyan mondom. A kezelésnek a befejező fázisa pedig egy befelező ápolókrém. Uh-huh. Ez egyébként tökéletes smink alap is lehet. Ó, hát erre most nem kenek sminket, mert szerintem ez így nagyon-nagyon-nagyon hatékony, hogyha még hosszú órákig nem sminkelek, sőt szerintem, ha hazamegyek, akkor gyakorlatilag cica mosdás fog csinálni, tehát ezt a részét nem fogja vízérni a testemnek, vagy nyugodtan megmoshatom, hogy várjak holnap reggel. Szerintem már nem kell elmosni az arcát. Ugye? Én is úgy érzem, hogy erre nem fogok sminkelni már. Annyira jól elernyedtem, úgyhogy felül nem kezdhetjük az egészet. Most már értem tényleg, hogy miért a szenzívia, tehát hogy a szenzitív szó, meg a zen, tehát ez a nyugalom, és akkor ezt így valahogy összehozták, mert ez tényleg olyan. Nem éreztem, hogy csípne, égne, valóban tényleg az én bőrtípusomnak ez kiváló, és hát közben pedig azt érzi az ember, hogy minden egyes négyzetcentiméterre, négyzetmilliméterre elernyett. Az is ilyen fura hangom, mert szerintem legszívesebben aludnék. Ami nálam egy plusz pozitívum. Egészségedre. Köszönöm szépen. Jaj, de nehéz belepászkodni. Isten jó. Csak most kellett el egy hatalmasat aludni. Figyelj, itt a pintásra szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép a bőröm. Megnézhetem tükörben? Hogy? Láttam mögöttem egy tükit. Köszönöm, hogy a pórusaim is ugye kisebbek lennének. Jó, most áramítás a fejem, mert tényleg aludtam egy picit, de én látom a változást, és akkor tényleg nem múlok ma már hozzá, hanem holnap a megszokott rutin szerint fogok eljárni. Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a kezelés. Tényleg csodálatos a kezed, nagyon-nagyon jók ezek a cuccok, ezek a termékek, és ez a sejemgubó, ezt akkor is meg fogom nézni. Azon vigyázz, mert van egy kis víz. Hát szevasz! És tényleg sejemgubó. Szóval így néz ki egy sejemgubó. Na, hát eddig még nem láttam sejemgubót így közelről, de érdekes. Tadám! Hát igen. Ez most az igazi no make-up, nézzétek el nekem, egyrészt egy nagyon-nagyon picit, még mindig olyan relaxált állapotban vagyok, hogy szerintem boldog lennék, hogyha most lefeküdhetnék és aludhatnék egy hatalmas nagyot. Én nagyon-nagyon szeretem az Enzibia termékeket. Egyrészt tényleg élettel telibb a bőröm, nyilván ennek az összes hatóanyagnak most be kell szívódnia, úgyhogy ez majd holnap reggelre lesz igazán látványos. Most még a szemem is annak, hogy a panda macinak. Félig még alszom, de ez egy plusz erénye a kezelésnek. Egyrészt Orsinak fantasztikus keze van, itt a Bádek stúdióban mindig nagyon-nagyon zen hangulat van, és tényleg értem már, hogy ennek a kezelésnek miért Zenzation a neve.
egy igazán relaxáló és szenzitív, azaz érzékeny bőrre való kezelés, amit én most... El is lopok. Köszi, hogy velem voltatok. Csók, ölelke, piszi-puszi.